az 1956-tól 1988-ig tartó Kádár korszak a 20. századi magyar történelem leghosszabb és legsokkolóbb időszaka volt mind a politika, mind az életmód terén. Ez a több mint negyed évszázados időszak komoly változást hozott a magyar emberek életvitelébe és mindennapi életébe. Lássuk is ezeket a változásokat. A Kádár korszak egyik sikerágazatának számított a mezőgazdaság, mivel a parasztokat már nem kényszerítették erőszakkal a TSZ-ekbe, és engedték az úgynevezett háztáji gazdaságok meglétét, virágzásnak indult a Rákosi korszakban rombadott mezőgazdaság. A jó élelmiszerellátás és a mezőgazdaság felendülése miatt nevezzük ezt az időszakot gulyás kommunizmusnak. A kádári politika a rendszer elfogadását akarta az emberektől. Ezt volt hivatott kifejezni, aki nincs ellenünk, az velünk van elmondott. Kádár a szabadság és a politikai jogok korlátozását az életkörülmények javításával próbálta kárpótolni. Ezt nevezzük életszínvonal politikának. Az életszínvonal politika egyik hangsúlyos pontja a lakáshiány enyhítése volt. Lakásépítési program indult, melynek keretein belül komfortos lakótelepi panelházak százai emelkedtek ki, főképp az iparvárosok területein. Budapest peremén az elmúlt évtizedben szemlátomást gyarapodtak a lakótelepek. Óbudán, Újpesten, Újpalotán, a Füredi úton, Kelenföldön épp úgy találkozhatunk korszerű városrészekkel, mint Csepelen. Ezek az épületek a hagyományos módon elkészült lakóházaknál jóval gyorsabban készültek el. Néhány hete Újpalotán adták át a házgyári elemekből épült 100.000. lakást. Jászai Pál kőműves és családja barátságos melegfészket kapott. A Kádár korszak egyik jelképévé váltak a sátortetős kockaházak is, melyek Kádár kocka néven híresültek el országszerte. Mind a lakótelepek, mind a Kádár kockák azóta is meghatározó szerepet töltenek be a települések arculatában. A kádári életszínvonal politikának másik fő sajátosságát a frigidel szocializmus fogalmával lehet legjobban kifejezni, ami a tartós fogyasztási cikkek tömegessé válását jelentette. Ezen tartós fogyasztási cikkek a személygépkocsi és a háztartási gépek nagyarányú elterjedésére vonatkozott. Magyarországon ma több mint 800.000 személygépkocsi fut, és ezek többsége az elmúlt 10 évben talált vevőre. Annak ellenére, hogy például tavaly 107.000-en, az idén pedig 110.000-en kapták, illetve kapják majd meg az új gépkocsijukat, a Merkurnál több mint 500.000 előjegyzést tartanak nyilván. A 70-es, 80-as években az utazás és a turizmus is kibontakozott. Az utazásra két útlevelet használtak. A piros útlevéllel bármilyen magyar állampolgár utazhatott a keleti tömb országaiban, míg a kék útlevél feljogosított a nyugati világ országainak a beutazására is. De ez csak nagyon kevés ember tehette meg. Két fajta útlevele volt egy magyar állampolgárnak, ha már egyáltalán kapott. Az egyik az egy piros színű volt, ami keleti országokban, tehát volt szociális országokban lehetett utazni, nyugatra pedig egy kék színű útlevél volt. Közbűsi években, mert hisz 3 évenként lehetett menni, akkor pedig irányt változtatva elmentünk NDK-ba, Lengyelországba, Szovjetunióba, Romániába, Bulgáriába, tehát a szocialista országokba. A hazai üdülés fellendülését jelzi a vidéki házak és nyaralók építésének növekedése is. A Kádár korszak puha diktatúrája lehetővé tette a szabadabb sajtó és a művészeti élet kialakítását, amelyet a 3T elve szerint cenzúráztak. A politikailag nem kívánatos művek és alkotóik a tiltott, a rendszer kiszolgálók pedig a támogatott csoportba kerültek, míg köztük helyezkedtek el a tűrt csoportba tartozók. Magyarországot ezen időszak alatt a legvidámabb baraként emlegették, melyet mit sem szemléltet jobban, mint az alábbi forrás. A tábor legvidámabb barakja, mert volt kaja, lett telek, az életszínvonal emelkedett, nyíltabban lehetett dumálni, mint a környező országokban, s a végén csak nem mindenki útlevelet is kapott. Ismerjük el, hogy a szocialista tábor mezőnyéből Magyarország kiemelkedett, a szomszédos népek irigyelték is a magyarokat, a szovjet turisták itt azt hitték, hogy nyugaton vannak.